karácsony csillaga. Tudom. Azt írják, hogy a karácsonyi csillagot 79 éves senki sem láthatta. És hogy minden igaz londoni polgár részt kíván majd venni a Szent Bárt templomban bemutatott karácsonyi előadáson, hogy a felbecsülhetetlen értékű csillagot megcsodálhassa karácsony este. Váú, el kéne mennünk, pompásan hangzik. Hé, éppen akkor lesz a mi műsorunk is. Micsoda véletlen. Ez befolyásolhatja majd a részvételi arányt egy kissé. Kissé? A cikk azt sugallja, hogy aki nem megy el az előadásra, kultúrálatlan disznó. Talán nem annyira vészes a helyzet, mint gondolod, mit szoktam mindig emlegetni? Hogy veszélyes dolog emelni, vagy a teniszkönyököd? Nem ezekre gondoltam. Mi az, amit mindig mondani szoktam az előadással kapcsolatban? Minden műsor sikere abban rejlik. Hogy a koronaherceg méltatja-e dicsérő szavával? Igen, már emlékszem, igen. Pontosan. A bemutató estére szükségünk van a hercegre. Eljön, megnézi, mond pár jó szót róla, és nyertünk. Kassza siker lesz. Nem nézőkre van szükségünk, hanem csak is a hercegre. És eddigi tudomásunk szerint ő biztosan eljön. Felveszem. Halló? Frederik herceg, jó napot. Igen? Értem. Valóban? Tényleg? Hogy nem? Értem. Rendben. Viszlát! A herceg volt az. És? Azt mondta, tetszett neki a fokrév reklámunk, de mindig is nagy csillagrajongó volt. Az első sorba kapott jegyet. A templomi darabra. Ide nem jön. Nem baj, ezt is megoldjuk. Találunk megoldást. Van ötletetek? Eltettem az elismervényt a körtékről és a telefonról is. Visszakaphatnánk a pénzünket. És talán a kosztümöket is visszavihetnénk. Kivétel, amit Winston összemustározott. Srácok! Srácok! Itt volt a lehetőség. A nagy esély, nem emlékeztek? Megfogadtuk, hogy remek sót csinálunk, szépet, nagy látványt, csodavilágítást. Meg akartuk mutatni Londonnak, hogy kell szeretni. De úgy látom, hogy ez már nem fontos nektek. Úgy látom, mindketten azt gondoljátok, ó, annyi szeretet van az emberekben. Ez a város tele van szeretettel. És ha valóban ezt gondoljátok, akkor tényleg nincs semmi szükség egy ilyen műsorra. És uraim, hadd legyek én az első, aki megmutatja, hol van a kiárat. Nem, bocsi. Ó, Kevisz, csukd be az ajtót, melletted vagyunk. Ó, ez nagyszerű, fiú. Folytatnunk kell a munkát, igaz? Oké. A hercegnek mindenképp látnia kell a műsort, de ő helyett a karácsonyi darabra kíváncsi. Nos, mit tegyünk? Raboljuk el! Az törvényes? Nem. Ugyan, gondolkodjunk. Hát, szerintem csak abban az esetben jönne el a herceg, ha azt hinné, hogy ez sokkal nyerőbb lesz, mint a karácsony csillaga. Egy ártatlan emberrablás, amit törvénytelennek véltek talán ön... Már csak? Mit is mondtál? Ártatlan emberrablás... Nem, Milord, mit is mondtál? Hogy a herceg csak akkor jön el, ha azt hiszi, a mi műsorunk sokkal jobb lesz, mint a parádé. Ami sajnos nem így lesz. Most ne, de ez még lehetséges. Aha. Csak úgy menthetjük meg a műsort, ha megtanítjuk London szeretni. Ki kell találnunk, hogy tudjuk még látványosabbá tenni a sót. Szebb dolog, mutatósabb díszlet, de mindenek előtt a több világítás. Oké, most előről. Thank you so for coming, for I think I have a leak. Show me where the trouble is, I'd like to take a peek. Here in the gold, there is a place where you will find the trouble. I'd like to fix it on the dumbo. Csodás, remek! Na, hogy tetszik? Egyáltalán nem rossz. Te gyakoroljátok még. Mi a helyzet a világítással, Seymour? Ó, maradt még körte. Csak a színpadon nincs már több hely. Ó, ki mondta, hogy csak a színpadra lehet felszerelni? Még több érzéssel! Your pipes are corroded, the water won't drain. Your toilet exploded, you're flushing in vain. Super! Seymour! Nagyon gyorsan javíts meg azokat, rendben, Seymour?
sietek. Azt hiszem, itt az idő, hogy hívjuk a herceget. Biztosan izgatott lesz az új hírek hallatán. Már kicseng? Tegyük fel a fejedre, amíg dolgozom. Igen, Frederik Herceg? Igen, halló, Kevis Epitárt vagyok. A fokrém reklámos fickó. Igen. Nagy örömmel értesítem, hogy a színdarabunk a hercegnő és a csőszerelő sokkal hatásosabb lett. Vagy azt is mondhatnánk, hatásosabb lesz, mint a karácsony csillaga. Ó, igen. Igen, a dalok is szebbek. És a díszlet is látványosabb, és mindenek tetejében még villanykörtéket is építettünk a jelmezekbe. Igen, ilyet előttünk még soha senki sem csinált. Csodás lesz a látvány. Igen, uram, igen, megértem. Igen, uram. Hallani szeretné a dalt? Jancsi és Juriska csak úgy marad vesztek, ha dörling fokrémet vesznek. Igen, uram, ez jól sikerült. Viszlát, uram. Na, mit mondott? Azt mondta, csak abban az esetben jön el a bemutatóra, ha nálunk lesz a karácsonyi csillag. Ha itt lesz a karácsonyi csillag, hogy lehetne nálunk a csillag? Hiszen csak egy van. Ez az. És az a templom tulajdona. Így van. Tehát, ha csak egyetlen van, és az nem a miénk, hogy lehetne mégis nálunk az a csillag? Ezt megcsináltam! Hát itt meg mi történt? Köszönöm, hogy segített az antialkoholista egyesületi vacsorán. Nincs mit, atyám. Tudja, hogy nehezen viselem a részegeket. Akkor is kedves volt öntől. És betette a karácsonyi csillagot a vitrínbe? Hogyne, uram. De tudja, borzasztóan idegesít a gondolat, hogy egész éjszaka ott lesz. Tele van a város fura egyénekkel, akik alig várják, hogy valahogy megkaparinthassák. Moyer, bizony jobban embertársai van, mind a mellett, ha bárki szemet vet rá, számolnia kell önnel is. Ugyan, uram. Küzdősportverseny első díj 1851. Magasan vertem ám a mezőnyt. Moyer a pusztító? Igen, mi maradt belőle, mintha nem is én lennék, azok a régi szép idők. Ma éjszaka jól bezárjuk a templomot a biztonság kedvéért. Jó ét, Moyer! Jó ét, tisztelendő úr!